az avasi gimnázium diákjai és lengyel társai között állandó kapcsolat. Jurecska Panna büszke lengyel gyökereire, nem utolsó sorban nagymamájára. Nekem nagyon fontos a lengyel kötődésem, mivel nagymamám lengyel származású, és egy ilyen lengyel énekkarban is részt vesz, aminek a neve a Polska Drenka. Nagyon sok helyen fellépnek országszerte is, és külföldre is hívták őket már fellépésekre. Van olyan fellépés, amikre én is el tudom őket kísérni, és ilyenkor nagyon-nagyon büszkén állok mellettük. A vándorkiállítás anyaga a Szegedi Levéltárból származik, és a két nép barátsága szempontjából meghatározó történelmi esemény dolgoz fel. A kiállításnak az a címe, hogy fejezetek a magyar-lengyel barátság vízterhes éveiből 1939 és 45 között. Tehát gyakorlatilag a második világháború kitörésével Lengyelországot ugye náci Németország lerohanta, és akkor az akkori magyar miniszterelnök Gróf Teleki Pál meghozta azt a nagyon fontos és megtámadhatatlanul jó döntését, hogy megnyitotta a határait a lengyel menekültek előtt. Az avasi gimnázium és a miskolci lengyel kisebbségi önkormányzat korábban együttműködési megállapodást kötött. Azóta közösen nyújtanak be pályázatokat, de a két testvérváros kapcsolata is nagyon jó. Az avasi gimnázium fogadókész volt a lengyel történelemre. Együttműködik katovicei Miskolc testvérvárosában, rajszakosok között van nagyon jó kapcsolat. A tanárnők, tanárok tartják ezt, kölcsönösen évente látogatják egymást. A kiállítás március 28-áig tekinthető meg az avasi gimnáziumban, ugyanitt hétfőn a Magyar-Lengyel Barátság napját is megünneplik.